Két kerékre pattantak kicsik és nagyok is. A biciklizés szerelmeseit várták szombaton a Halesz Parkban. Bringás-fehérvári felvonulás néven tartották az idei Kritikálmasz kerékpáros felvonulást Fehérváron. A Magyar Kerékpáros Klub Székesfehérvár és térsége területi szervezetének tagjai egyedi programokkal is készültek. Három programunk is volt. Egy gyorsulási verseny, egy mérőműszerrel tudjuk mérni a gyorsulását a bringásoknak. Egy másik a gyerekeknek egy ügyességi pálya, őket műzliszelettel jutalmaztuk meg, és a legnagyobb büszkeségünk a Bringás-Fehérvár szépe szépségverseny, ahol természetesen nem hölgyek, hanem bringák szépségét mérjük fel, és jutalmazzuk az első három helyzetet kiemelten is, de mindenki mást is. A bringa szépségverseny zsűrizési szempontjairól már Gerencsér Gábor beszélt. Esztétikum, a karbantartottság, az, hogy mennyire jön át a kisebb vagy nagyobb használója részéről az, hogy szereti a kerékpározást. Tehát vannak érzelmi szempontok, és vannak műszaki szempontok, vannak esztétikai szempontok, de ez szigorúan titkos. Pásztor László szerint az irány jó, a Magyar Kerékpáros Klub egyik önkéntese, úgy vélekedik, közlekedés kultúránk tekintetében változás tapasztalható. Úgy látom, hogy az irány jó. Egyre jobban észrevesznek minket kerékpárosokat az autósok, megadják az elsőbséget, amikor jár, és figyelnek ránk. Én azt gondolom, hogy mindenkinek érdemes azon elgondolkodni, mivel közlekedik a városban. A város útjai kapacitása véges. A parkolóhelyek száma véges. Tehát valami mást kell keresni. Közösségi közlekedés, kerékpározás, autózás, minden együtt, és mindig a legcélszerűbbet kell választani. A parkban a Fehérvár szépe bringa szépségverseny mellett gyorsulási verseny és akadálypálya is várta az érdeklődőket két keréken. Az esemény legizgalmasabb programeleme pedig egy 12 kilométeres fehérvári bringa kör volt, amely a Halesz Parktól indult. A rendezvény célja, hogy felhívják a figyelmet a bringás infrastruktúra szükségességére.